Köszönöm a teát. Na én leszek most a feketével, nem? Mindegy. Mindegy? Biztos? Aki nem tud, az feketével se. Ez igaz. Ez lépés, de valamikor az ember csinál egy hibát. Mikor? Melyik nap volt a születésnapja? Ezen gondolkodtam. November 24. November 24, és most 87 éves, ugye? 80. Igen. Fiatal. Még fiatal. Sok idő van még a 120-hoz. Én nem is számolom. És hol született? 23. november 24. És hol? Nagy-Belegyen. Nagy-Belegyen. Csehország. Akkor Csehországból. És mikor lett Magyarországot? Hát mikor megszálltak a magyarok, 37-ben. És inkább magyarnak gondolja magát, vagy csehnek? Zsidónak. Izraelnek még. Zsidónak. Kitől tanult meg sakkozni? Puja Kolomba. Ki tanított? Jártunk polgáriba is. Ott sok időnk vártuk a vonatot. Nekem is volt egy ilyen készsak, és akivel játszottunk. Hát mindig voltunk többeken fiúk. És ha volt időnk, csak sakkoztunk. Mi voltunk négy fiú testvérek és két lány testvérek. Hogy hívták a testvéreit? Hát az legidősebb volt Jóska, József. Én voltam a második. Az öcsém volt a harmadik, az élve maradt. Mi volt a neve? Sándor. Sándor. Az él mai napig is. Igen? Hol van? New York valaki. New Yorkban? Ja, nagyon beteg most. Nagyon beteg. Most beteg. De ő is volt a lágerben, vagy? Ja. Mindenki. Hát bejavítek mindenkit. És akkor csak a Sándor meg maga jött vissza a lágerből? A két fiú és két húgom maradt meg. Az anyám hazaszólt, egy 11 éves húgom, az a legfiatalabb, aki hazajött a lágerből. És nem számított, dolgoztunk. És csak a Jóisten fizetett. Reggel kellett, akármikor feküdtünk le, fél hatkor fel kellett jönni, mert negyed hétkor ment a vonat. Kellett menni az állomásra. Hova ment a vonat? Hát ment, ahol ment körül. Volt egy vonat, ami ment 50 kilométer járt egész a Kárpátokba, hozta le onnan az embereket, és jött hozzánk. Keresztül, ja, egész 12 kilométerre volt a város. És gyalog ment. Képzeld, gyalog Pestről ment haza, gyalog Beregszászra. Gyalog mentem Beregszászra. Minden nap, 20-30, mikor már este óra felé, egy faluban nem mentem tovább. Bementem egy gyógyba, megkértem, hogy én mondtam, hogy megyek hazafele, én nem gyúrok semmi. Hát vonat nem volt, semmi jár. Semmi nem volt. Hát mi tele volt bombázva? 45? 45-ben? Ja. Lefeküdtem, kialudtam magam hajnalba, és hagytam ott pénzt is, ahol aludtam. Hát volt annyi pénzem, azt se tudtam, mit csinálni.